Kerub sorozat, 7. előadás, bukott angyalok. Egy új-zélandi ügyvéd tengerparti vikend házába ment ki családjával. Este, amikor 9 éves fiúk benyitott hálószobájába, még mielőtt villanygyújtott volna, nagyon csikoltott, leszaladt a lépcsőn, és sírva kirohant az éjszakába. Egy óra múlva találták meg. Zokogott, ismeretlen félelem gyötörte. Személyisége ettől kezdve, mintha átalakult volna. A kedves Paulból vadlázadó lett. Az iskolában csodálkoztak rajta, hogy annyira más, mint testvérei. Ő maga is gyanakodott, hogy talán nem is igazi gyermeke szüleinek. Attól kellett tartani, hogy igen korán börtönbe került. Amikor Paul 18 éves volt, a család részt vett egy keresztény programon. Hallotta, mint apja nyilvánosan kijelenti, hogy elfogadja Jézust megváltójának és élete urának. A fiú követte a példát, a család többi tagjával együtt. Mindnyájan megtapasztalták a Szentlélek kiáradását. Paul ezután gyorsan és előnyére változott. Élete rendeződött, agresszivitása eltűnt, kapcsolata szüleivel újból szerető és meleg lett. Megházasodott, és boldog családi életet élt. Mi történt vele? A Vikend házban, amelyet apja gyakran kölcsönzött barátainak, akik aztán talán mágikus célokra is használták, egy démon támadta meg. 9 éven keresztül ennek a démonnak befolyása alatt állt. Amikor Jézus Krisztus uralomra jutott életébe, a Szentlélek ereje megsemmisítette a démon befolyását. A démonok bukott angyalok, perverz szellemi lények, akik gyűlölnek és támadnak bennünket, befolyásuk alá próbálnak vonni, vesztünket akarják. Jézus segítségével lehetünk győztesek felettük. Sokan nem démonokról, hanem ördögökről szeretnek beszélni. A görög daimon szó eredetileg ember fölötti hatalmat, numinózumot jelent, alacsonyabb rendűt az isteneknél, magasabb rendűt a héroszoknál. Az ebből származtatott daimonion géniuszt, szellemi lényt jelent. Ez nem szükségképpen gonosz. Szokratész, a benne lakó jó daimon, ő angyal sugalmazására hivatkozott. Az új szövetség mind a daimon, mind pedig még gyakrabban a daimonion kifejezést a gonosz szellemekre, gonosz lelkekre alkalmazza, akiket tisztátalan lelkeknek, tisztátalan szellemeknek is nevez. Az ördög görögül diabolos szó viszont a Szentírásban mindig egyes számú, és a sátánra vonatkozik. Sátán, héberül, szembeszegülő, vádló ellenség. A görög diabolos ennek lefordítása. A sátán szó mindig egyes számban áll, egyetlen Istennel ellenséges szellemre utal, aki az embereknek is vesztét akarja. A gonosz lelkek úgy jelennek meg, mint a sátán angyalai. Következésképpen a sátánt úgy kell tekintenünk, mint a démonok fejedelmét, a legmagasabb rendű démont. Az angol nyelv a sátán szót tulajdonnévként kezeli, névelő nélkül használja és nagykezdőbetűvel írja. Csak ritkán és profán nyelvezetben fordul elő a sátán szó többes számú használata. Verlaine egyik versében ifjú sátánokról olvasunk történetet. A költőnek ez szabad, de ha teológus volna, démonokat kellene mondania. A magyar ördög szó nyelvileg ismeretlen eredetű. Egy feltevés szerint összefügg a forgást jelentő örvény, őről szavak családjával. Az ördöngösök, sámánok forogtak. Egyrészt, egyes számban, az ördög jelenti a diaboluszt, a sátát.
Másrészt, mint hogy az egyházi latinság olykor többes számban is alkalmazza a diabolus szót a gonosz szellemekre, diaboli, többes számban az ördög a démonokat jelenti. Az ördög szó használata ezért némileg kétértelmű, mert nem mindig teszi eléggé világossá, hogy egy alárendelt démonról vagy a nagyfőnökről van szó. Saját teológiai szóhasználatomban a sátán szó egyes számú, mindig a démonok fejedelmére vonatkozik, a démon szó pedig akár egyes számú, akár többes számú, a többi démonokat vagy azok valamelyikét jelenti. Ha minden gonosz szellemet össze akarok foglalni, így mondom, a sátán és a démonok, a sátán és angyalai, a bukott angyalok, stb. Teljes nyelvi következetesség azonban nem lehetséges, hiszen a nyelvnek hagyományai is vannak, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ördög bújjék az uradba, ezt a Petőfi sort nem lehet így átírni, démon bújjék az uradba. Ördögöd van, hogy kitaláltad, helyett se igen fogjuk azt mondani, démonod van, hogy kitaláltad. A nyelvi tényeket nem lehet erőszakosan változtatni, a köznyelvi ördög szót nem viszi el az ördög. Néha egyszerűen stiláris igényem késztek arra, hogy sátán vagy démon helyett ördögöt mondjak. A sátán a legmagasabb rendű a démoni lények között. Nem Isten ellenpólusa, nem anti-Isten, ő maga is csak teremtmény. Istennel egyenrangú rossz nincs. A lét alapvetően jó. A rossz csak a teremtett szabadság perverziójával lépett a világba. A Biblia legelső fejezetének üzenete az, hogy a teljes valóság Istenből vezethető le, és alapvetően jó. A hatnapos teremtés történet Izrael Istenét, a Sabbat és a Tóra Istenét nyilvánítja az egész univerzum teremtőjének, könyörtelenül mitosztalanítva a pogányok nap, hold, csillag, tenger és egyéb istenségeit. És nem mulasztja el hozzátenni, látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Teremtés könyve első fejezet 31. vers. Isten jó, és eredetileg minden műve jó, már pedig semmi más nem létezik, mint az egyetlen Isten és teremtményei. Mivel az eget, a valóság numinózus dimenzióját is ő alkotta, ez a megállapítás az angyalokra is vonatkozik. Őket is Isten teremtette, és pedig kivétel nélkül jónak. Ezután foglalkozik a teremtés könyve a rossz eredetével, és azt a teremtett szabadságban jelöli meg. Ez a szabadság képes az értékek fölcserélésére, az értékrend visszájára, fordítására. Fölcserélés, latinul perverzió. Sokan a perverzió szót csak szexuális összefüggésben ismerik, holott az általánosságban megfordítás fölcserélés jelent. Ahol az eszköz és a cél fölcserélődik a szabad cselekvésben, az értékek perverziója van jelen, és ezt nevezzük bűnnek. Amikor az ember kinyújtja kezét a jó és a gonosz tudása az erkölcsi értékek meghatározása felé, olyan akar lenni, mint az Isten, a teremtéskönyve második és harmadik fejezetében olvasunk ezekről, tehát fölcseréli a teremtményt a teremtővel, az eszközt a céllal, és ez az érték perverzió a bűn lényege. A bűn sugalmazója a kígyó, akit más bibliai helyek egyértelműen a sátánnal azonosítanak. Ilyen a Bölcsesség könyve második fejezet 24. vers, vagy a Jelenések könyve 12. fejezet 9. vers. A sátán numinózus lény, mint Jób 1.6 és Jób 2.1 mondja, Isten fiai közé tartozik, vagyis az angyalok közé. Isten fiai az embernél magasabb rendű lények. Hogyan vált gonosszá? Isten jó és minden teremtménye jó, itt nincs kivétel. A sátán tehát akárcsak az ember eredetileg jó volt.
és szabad elhatározással fordult szembe Istennel. A Szentírásban konkrétan olvasunk bukásáról, láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Lukács 10.18. A sátán bukott angyal. Az Isten ellen fordult angyalok fejedelme, vezére. Az angyalok szabad teremtmények, tehát képesek arra az értékperverzióra, amit bűnnek nevezünk. Még egyszer nagyon világosan szögezzük le, nincs Istennel egyenrangú ős rossz, a sátán nem anti-Isten, hanem csak perverz angyal, lázadó teremtmény. A bibliai teremtését a lét alapvető jóságát vallja. Az iráni dualizmusból eredő maniheizmus, alapítója Mani meghalt 276-ban, a maniheizmus szerint két ős principium van, a világosság és a sötétség, Ormuzd és Arimán. A világosság istene szellemi és szent, a sötétségé anyagi és gonosz, a gyermeknemzés bűn. Fiatal korában Szent Ágoston, 354-től 430-ig élt, Szent Ágoston is a manikeizmus híve volt. De édesanyja imái és saját igazság keresésének hatalmas szellemi erőfeszítései megszabadították ettől a tévedéstől. Felismerte, hogy a rossz nem önálló valóság, szubstancia, hanem hiány a jóban. Idézem Ágostont magát, ami csak van jó. A rossz pedig, minek eredetét kerestem, nem lehet szubstancia, mivel ha szubstancia volna, jó volna, mert vagy romolhatatlan szubstancia volna, azaz valami felsőbbrendű jó, vagy roblásnak alávetett szubstancia volna, melynek jónak kell lennie, hiszen enélkül nem lehetne a romlásnak alávetve. Idézet bezárva. A középkori pogumjok, Bulgária, Bosznia, a muszlimmá lett bosnyákok, a bogumilok utódai. A katarok, Németország, Észak-Itália, vagy albigensek, Dél-Franciaország szektája a manicheus dualizmust folytatja. A tökéleteset lemondanak a házasságról, vagyonról, szeszes italról és húsételről, míg a közönségesek vétkezhetnek. Ő csak majd a halálos ágyukon fölvett szellemi keresztségben részesülnek. Az egyház álláspontját a manicheus dualizmussal szemben, mint már láttuk, a 12. egyetemes, 4. lateráni zsinat fogalmazta meg 1215-ben. Ismételten idézem, mert nagyon fontos. Egy igaz Isten van, aki a mindenség egyetlen kezdeti elve, minden láthatónak és láthatatlannak, szelleminek és testinek a teremtője, aki mindenható erejével az idő kezdetétől egyaránt a semmiből teremtette mindkét alkotását, a szellemit és a testit, vagyis az angyalit és e világit. Végül pedig az embert, aki szellemből és testből, mint egy közösen van megalkotva. Az ördögöt ugyanis és a többi démon, Isten természetüknél fogva jónak teremtette, de aztán önmaguktól rosszakká lettek, az ember pedig az ördög sugallatára vétkezett. Idézet bezárva. Az újkori gondolkodásban is kísért, hogy a valóság két őspólusra vezethető vissza, egy pozitívra és egy negatívra. Madács ember tragédiájából idézem Lucifer érvelését, nem érzéde eszméit közt az űrt, Istennek mondja, nem érzéde eszméit közt az űrt, mely minden létnek gátjául vala, s teremtni kényszerültél általa. Lucifer volt-e gátnak a neve, ki a tagadás ősi szelleme. Madács dialektikus Lucifere, Jung árnyék személyisége, a kétpólusú gondolkodásban nélkülözhetetlen elemei a teljességnek. Bizonyos szabadkőműves irányzatok Lucifer dicsőítik. Carducci himnusza a sátához.
Graham Greene Isten világos és sötét oldaláról beszél a Tiszteletbeli konzul című regényében, amelyek egymással küzdelemben állnak. Mindezekkel a gondolatokkal szemben a kereszténység alapvető lét optimizmust képvisel. A lét jó, és minden teremtmény létezésénél fogva részesedik Isten jóságában, a rossz másodlagos, nem egyenrangú a jóval. Jókai Mór Ördög Sánc című elbeszélése az 1877-es bolgár-orosz-török háborúban játszódik. Ezt a háborút a Balkánon fellépő keresztény-muszlim konfliktusok váltották ki, többek között egy olyan esettel kapcsolatos zavargások, amikor egy keresztény lány fölvette az iszlám hitet és hárembe került. Az orosz győzelmet követő berlini kongresszus eredményeként lett Románia, Szerbia és Montenegro független állam, Bulgária pedig hűbéres királyság. Ugyanez a kongresszus hatalmazta fel az osztrák-magyar monarchiát Bosznia okkupációjára. Az Ördög Sánc szövegéből való a következő Jókai idézet. A kerekföld mindenféle papjai, a püspökök, archimandriták, az imámok, boncok, lámák és nambetti levik azt szépen ki tudták csinálni, hogy ahányféle nemzet, népfaj, emberszín van, annyiféle Isten legyen. Hanem az ördög megmaradt egynek. Ez közös. Az is igen szép gondolat, hogy a különféle istenségek, Jehova, Allah, Brahma, Kolin, Hicli-Puszli, Dál, mind azt kívánják az ő híveiktől, hogy a másik Isten híveit menjenek ölni, gyilkolni, a földszínéről kiirtani, ezt kívánják ők, a teremtő, a jótevő, a szaporító, az idvezítő eszme személyesítői, az egy és oszthatatlan ördög pedig, a rombolás, a pusztítás, a kárhozat fejedelme, azt kívánja, hogy az emberek tartsanak össze, kössenek frigyet, értsenek egyet, és szövetkezzenek. Ezt nem én mondom, ezt Jókai mondja, még mindig őt idézem. Ha egy mohamedán legény és egy keresztény leány elmennek a pópához, hogy áldja meg a szerelmüket, az botot fog rájuk, és aztán elmennek az imámhoz, hogy adja össze őket, az a szemük közé dobja az olvasóját. Hanem ha elmennek a nagy bükkfához, és előhívják az ördögöt, az megengedi nekik, hogy szeressék egymást. Így zárul a Jókai idézet. Miért zeng dicsinduszt a sátáról a nagy idealista? Jókairól a Bangaféle katolikus lexikon azt állítja, hogy szabadkőműves volt. Még nem találtam más forrást, amely ezt megerősítette volna, de tény, hogy az idős Jókai legjobb barátjának vallotta a szabadkőműves Tisza Kálmán, és az is tény, hogy késői művei egyértelműen tükrözik a szabadkőműves gondolatvilágot. Ebbe az eszmerendszerben nyújt betekintést ez a novella is. A vallás különbségek megosztják az emberiséget, tehát föl kell lázadni ellenük. A nagy lázadó, a sátán, az emberiség egységének principiuma. Jókai nem sokat törődik a ténnyel, hogy a kinyilatkoztatott vallás és a papi hatalom ellen föllázadó nagy francia forradalom véresebben és indokolatlanabbul gyilkolt, mint minden inkvizíció. Szomorú dolog, ha a sátán sikerrel izgatja gyűlölködésre a szeretet Istenének híveit, meghamisítva ezzel Isten irgalmas arcát, de még szomorúbb, ha valaki, mint Jókai református presbiter létére, aki minden este imádkozik, képes azt hirdetni, hogy a gyűlölet és a hazugság fejedelme egységet akar vagy tud létrehozni az emberek között. A minden megengedett elve, az Isten elleni lázadás elve, és átmenetileg sokakat egyesíthet, de mivel kicsi a maga külön istenévé kíván lenni, olyanok lesznek, mint az Isten, a lázadó hamar szembefordul fegyvertársaival. Demoulin, Danton, Robespierre feje sorra legördül a forradalom guillotinja alatt.
Az egység numinózus elve a Szentlélek, nem a sátán. A bukott angyalok sokan vannak. A nagy sárkányt, az őskígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ahogy a Jelenések könyvének 12. fejezetében a 9. vers mondja, angyalaival együtt taszítják le az égből. Az örök tűz, ahogy Máté 25.41-ben olvassuk, az ördögnek és az ő angyalainak készül. Mária Magdolnából Jézus 7 démont űzött ki, Márk 16.9. Jézus szerint a tisztátalan lélek, ha kiment az emberből, magához vesz 7 más lelket, magánál gonoszabbakat. Máté 12.45. A 7-es szám szimbolikus, beteljesült számot nagyon sokat jelent, de van még hozzá képest is fokozás. A gerazai megszállotta egy légió démon tartja hatalmában, Márk 5.9. Egyes szerzők azt is tudni vélik, hogy az angyalok egy harmada bukott el. Ezt a nézetüket arra az apokaliptikus képre építi, mely szerint a sátánt jelképező sárkány farka lesöpörte az ég csillagainak harmad részét, és a földre sodorta őket. Jelenések 12.4. Úgy gondolom azonban nem indokolta képes beszédet matematikailag értelmezni. Dániel könyvében, ahonnan a kép származik, Dániel 8. fejezetéből, a csillagok földre vetése Antiochos Epifánész görgös istenkáromló hatalmát fejezi ki, és a Jelenések könyvében ugyanez a kép ugyanezt mondja a sátánról. A fundamentalista biblia magyarázat egyik veszélye, hogy adatokat vél felfedezni ott, ahol elveket kellene látnia. Az egyharmadról szóló felfogás az egyházatyáknál is elterjedt volt, de sose vált az egyház kötelező tanításává. Ugyanakkor nincs okunk föltenni, hogy az angyalok többsége bukott el. A Szentírás, mikor a szent angyalok nagy számáról beszél, például Dániel 7.10, vagy Jelenések 5.11, azt sugallja, bár kifejezetten nem állítja, hogy ők vannak többségben. Biztos az is, hogy a bukott angyalok nem mindegy formák. Kiemelkedik közülük a sátán, de a többiek is különböznek. Idézem Márk 9.29-ből Jézus szavát, ez a fajzat, genosz, nem megy ki másképpen, mint imádság és böjtölés által. Mint korábban levezettük, az angyalok nem is lehetnek egyformák. Minden bukott angyal megtartotta a saját jellegét, helyét az angyali hierarchiában. A bukás azt jelzi, hogy az angyalok megteremtésük után döntés elé kerültek. Egyesek megállták a próbát, és ezek most látják Isten arcát, ahogy Máté 18.10-ben olvassuk, mások viszont vétkeztek és elkárhoztak. Idézem Péter második levelét, második fejezet, 4. vers, Isten még a vétkező angyaloknak sem kegyelmezett, hanem a pokol bilincseibe zárva a mélységbe taszította őket. Idézet bezárva. A próbatétel tartalmáról annyit állíthatunk, hogy az angyaloknak nincs testi kísértésük, tehát bűnük lényege a szellemi lázadás Isten ellen. Mint a katekizmus mondja, idézem, a bukás a szellemi teremtmények szabad választásában áll, mely radikálisan és visszavonhatatlanul elutasította Istent és az ő országát. E lázadás visszhangját halljuk, a kísértő ősszüleinknek mondott szavaiban olyanok lesztek, mint az Isten. Végső fokon Isten imádása és az önimádás áll szemben egymással. Ezt jelzi a sátán ellen küzdő angyalok vezérének neve is, Mikael, ki olyan, mint az Isten. Az Istent imádó angyalok természetesen imádják Jézust, a megtestesült fiúistent. Mint Origenész elképzeli az angyalok beszélgetését, ha ő megtestesült, ha halandó testet vett fel, akkor mi maradjunk tétlenül, rajta angyalok, szálljunk le valamennyien az égből. Ezért magasztalta és dicsőítette az Isten
a mennyei seregek sokasága, mikor Krisztus megszületett. Minden telve volt angyallal. Eddig az Origenis idézet. Lehetséges, hogy a bukott angyalok azt utasították vissza, hogy Jézus személyében egy embert kelljen imádniuk. Vagy hogy az Isten képére teremtett embert, aki mégiscsak alacsonyabb rendű teremtmény az angyaloknál, szolgálniuk kelljen. Egy Ádám és Éva élete című ókeresztény írásban a sátán azt mondja, nem hódolok annak, aki alacsonyabb rendű nálam és utánam következik. Mindez azonban teológiailag pusztán feltevés. Pontos információnk nincs az angyalok bukásának részleteiről. A katekizmus kiáll a sátán és a démonok valósága mellett. A sátán, más néven az ördög és a többi démonok bukott angyalok, mert szabadon visszautasították Isten és az ő tervének szolgálatát. Istennel szembeni állásfoglalásuk végleges. Arra törekszenek, hogy az ember társukká tegyék az Isten elleni lázadásban. Ezt a katekizmus 414. pontjában olvashatjuk, de ide tartoznak még a 391-től 395-ig terjedő pontok, a 413-as pont, az 550-es pont és az 1237. pont is. Ragaszkodjunk az egyház hitéhez, és ne hallgassunk az ördögre, amikor azt állítja, hogy ő nincsen. Kovács Gábort hallották.